Jó estét kívánok! A mai égbüfé egy speciális kiadása lesz a koronavírusnak, ugyanis azt mondtam vendégeimnek, egy nagyon fiatal és nagyon sikeres kutatóorvosnak és Szlávik Jánosnak, akivel önök mostanában többet találkoznak, mint a közepesen közeli családtagjaikkal, hogy túlélősót szeretnék. A túlélősót azt a koronavírussal kapcsolatban azért veszem elő, mint kifejezést, mert hogy olyan nyomasztóak a napi hírek, és annyira szeretne az ember arra támaszkodni, hogy hogyan lehet összecsipegetni azokat a híreket, amelyek alapján megúszható a betegség akkor, hogyha megkaptuk, hogy arra kértem őket, hogy jöjjenek. Fekete Andrának az indokoltsága, a jelenlétének az indokoltsága az, hogy a napokban fog elkezdődni annak az új magyar szabadalomnak a betegeken való kipróbálása, azt hiszem úgy hívják ezt, hogy ilyen humán fázis 2 kísérlet, amelyre alapozva esetleg jobbak az esélyeink a túlélésre. Jól mondtam ezt, Andrea? Igen, igen, nagyon jól, igen, üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok! És az aktuális hírekkel kapcsolatban pedig Szlávik főorvos urat kérdezem, hogy önöknél fölvonul majd ez a típusú gyógyszer, amit kipróbálnak, ami Andreáékhoz kapcsolódik? Jó estét kívánok! Szerencsére mi is részt veszünk ebben a kipróbálásban. És már oda is ért, tehát hogy gyakorlatilag ott van a gyógyszer. Milyen fázisban van ez? Hát ez klinikai vizsgálati gyógyszer, erre majd Andrea mesél. Ez akkor ér ide, amikor a szerződések megköttetnek, és mindenki óriási erővel elindítja ezt a vizsgálatot. Nagyon-nagyon bizakodóak vagyunk mi is e tekintetben. Ez a tipikus esete annak, amikor én ne dőljek be a saját híreimnek? Mert hiszen mi a sajtó közreadtuk azt, hogy novemberben elindul ennek a kipróbálása. November 13-a van, amikor ez a felvétel készül, akkor november 13-áig még ezek szerint Szlávik főorvos úrékhoz nem ért oda. Szóval ezek kísérleti szerek. A koronavírus ellen egyelőre csak kísérleti szerek vannak. Vannak ugye olyan gyógyszerek, amiket már korábban más betegségre használtak, és most megpróbáljuk koronavírus ellen használni. Vannak olyan szerek, amelyek újak ugyan, de még kipróbálás alatt vannak, nem egészen egyértelmű, hogy hatékonyak-e. És vannak olyan szerek, amelyeket most kezdünk, mint új szerek kipróbálni. Tehát egy a lényeg, igazoltan hatékony koronavírus gyógyszer egyelőre nincsen, de mi nagyon örülünk ezeknek a kipróbálásoknak, mert így a betegek hozzájuthatnak egy esetleg hatékony gyógyszerhez. Doktornő, hogy ismételjük át, hogy tulajdonképpen mit tud az a fajta szer, amit most ki fognak próbálni pillanatokon belül, és aminek a szabadalmi bejegyzése megtörtént, és az ön kutatócsoportjához tartozik. Igen, egy mondattal hadd reflektáljak arra, hogy megjelent az a hír, hogy novemberben igen, elindul ez a vizsgálat. Ez így is fog történni, azért azt szeretném hozzáfűzni, hogy amiket itt hallunk, például a remdesivirrel kapcsolatban a sajtóban, az egy óriási összefogásnak az eredménye, hogy ezt ilyen gyorsan és ilyen hamar keresztül lehetett vinni, mert pont az a lényeg ezeknek, amit főorvos úr mondott, nem kifejezetten a koronavírusra törzskönyvezett gyógyszereknek, hogy nagyon komoly adminisztratív és engedélyeztetési eljárás előzi meg ezeknek egyáltalán a vizsgálóhelyre jutását. Itt az egyéni felelőssége az orvosoknak, akik adják, azt mindenkivel külön meg kell beszélni, a kórházakkal külön szerződést kell kötni, a kiegészítő vizsgálatokra szintén az összes adminisztratív dolgot el kell intézni, úgyhogy azért ez nem olyan bagatell munka, ami nem csak azt fedi le, hogy most adják a betegeknek, vagy nem adják. Mi nagyon megértjük, és mindent megteszünk úgy az orvosok, mint az összes adminisztratív személyzet, aki ebben részt vesz, hogy ez minél gyorsabb legyen, de itt nem arról van szó egyáltalán, hogy most kiderül erről, hogy ez jó, engedélyezteti a hatóság, és utána oda kerül a betegágyhoz. Akár arról is szó van, hogy például ebben az esetben, hogy ez a fluvoxamin nevű gyógyszer, amit mi most elkezdünk adni, illetve az egyes vizsgálóhelyek elkezdik adni, ezt ebben az esetben egy jól megtervezett vizsgálatban újra kell csomagolni, hogy ne lehessen tudni, hogy melyik csoport kapja a gyógyszert, és melyik csoport kapja az úgynevezett placebót, mert így lehet összehasonlítani azt, hogy azok a hatások, amiket látunk, azok például a gyógyszernek tulajdoníthatók, vagy annak
hogy kaptak még egy másik fajta terápiát. Tehát, hogy itt azért nagyon sok irányú az erre vonatkozó kötelezettség. Nem csak arról van szó, hogy van egy ilyen igény minden részről, hogy szeretnénk a betegeken segíteni. Mindenki mindent megtesz, én ezt szeretném hangsúlyozni, úgyhogy csak ezzel szerettem volna kiegészíteni, hogy azt gondolom, hogy novemberben ez el fog kezdődni. Na és, ahogy a kérdés válaszára visszatérjek, ez az egyik olyan gyógyszer, amit itt főorvos úr mondott, hogy antidepresszánsként ezt a fluvoxamin nevű gyógyszert már használják, körülbelül 20 éve, és a mi szabadalmunk az abban rejlik, hogy ennek az antidepresszánsnak egy új indikációját, aminek a hátterében egy újfajta hatást igazoltunk mi, ennek egy új indikációját szabadalmaztattuk, a fibrózist, azaz a hegesedés kivédésében mutatott jótékony hatását, és ezt szeretnénk most igazolni a COVID-betegekben is kialakuló tüdőkárosodásban. Főorvos úr, egyébként ez a tüdőkárosodás ez mindenkiben kialakul, aki mondjuk a lélegeztetőgép előtti stádiumban van, tehát ilyen oxigénnel támogatott légzésben van? Nem, szerencsére nem. A betegek körülbelül 10-15%-ában alakulnak ki úgynevezett hosszú távú mellékhatások. A hosszú távú mellékhatások nagyon sokrétűek lehetnek. Elsősorban egyébként tüdőkárosodás, hegesedés. A beteg ebből azt érzi, hogy még sokáig fullad, nehezebben kap levegőt, időnként köhög, mások gyengék, alvászavaraik vannak, nem tudnak visszatérni a munkájukhoz. Tehát ez sajnos az újfajta koronavírusnak egy nagyon súlyos, hosszantartó szövődménye. Egyébként ezt már a korábbi koronavírus fertőzéseknél is észlelték, tehát a 2003-as SARS távol-keleti koronavírusnál, és észlelhető a 2012 óta észlelt közel-keleti MERS koronavírusnál is. Tehát a koronavírusoknak ez egy sajátja. Mint ahogy az is, hogy ez az újfajta koronavírus, az nem csak a tüdőt támadja meg, hanem elképesztően sokféle más szervrendszereket is, tehát ez egy gonosz vírus. A gonosz vírusról egyébként az előző SARS és MERS vírusokról levont következtetések felhasználhatók a mostani koronavírus járványban? Tehát, hogy van hasonlóság? Mindenképpen. Pláne a megelőzés szempontjából. Nagyon sokan olvashattunk róla, hogy 2002-ben Hongkongban a távol-keleti koronavírus fertőzést hogy lehetett megakadályozni, hogy tovább terjedjen a világon. De mit gondolnak, hogyan? Hogyan? Maszkkal, fertőtlenítéssel és azokkal a módszerekkel, amiket mi is most alkalmazunk. Itt használom, bocsánat, az alkalmat. Nagyon sokat tanultunk, úgyhogy azért annyira nem érintette a világot ez váratlanul, inkább a terjedésnek a sebessége, a gyorsasága, az, hogy tudott ez a vírus néhány hónap alatt szinte az egész világon elterjedni, ettől riadtunk. És egyébként a védekezéssel kapcsolatban azok a kegyszerek, amelyek minden nap fölreppennek, hogy a bodorrózsa nevezető, nem tudom én, ilyen fitotékákban kapható orszpré, meg szájszpré, ami bodorrózsa kivonatot tartalmaz, ezek a dolgok, vagy ezüsttel kombinált kézkrém, ami taszítja a vírusoknak a megtapadását. Ezek úgy, ahogy van baromságok, vagy ezekben lehet valami? Mind a kettőjüktől kérdezem. Ne felejtsük el, hogy ez egy olyan betegség, amire nincsen gyógyszer. Most, ha nincsen rá gyógyszer, akkor az emberek hajlamosak a legkisebb szalmaszába is belekapaszkodni. Tehát, hogyha meghallják, hogy van egy orrspray, ami állítólag hatékony, akkor elrohannak a patikába is megveszni. És ez mindennel így van. Tehát amíg erre a betegségre nem lesz egy hatékony gyógyszerünk, addig mindenki kapaszkodik mindenbe. Természetesen azoknak a szereknek a 99%-a, amiket hallunk, az hatástalan újfajta koronavírus ellen. Andrea, ezeket vegyük vagy ne vegyük? Én itt egy nagyon picit megengedő vagyok. Én azt gondolom, hogy az, ami nem árt, hogyha ő úgy érzi, hogy bekeni az ezüstös kézkrémmel magát, és ezért elmegy, akkor fél percig, ha biztonságban érzi magát az illető, én azt gondolom, hogy lelkileg tudom olyan pozitív hatással bírni, amit csináljon. Abban a pillanatban, amikor olyan dologról van szó, hogy ezt hatékony vagy esetleg hatékony terápia helyett szeretnénk bevenni, vagy azt gondoljuk, hogy ezzel kivédjük azt, hogy otthon maradjunk, vagy maszkot vegyünk, vagy távolságot tartsunk, akkor viszont károsnak gondolom. Szóval összességében, hogyha mindezt azok mellett, az ajánlások mellett csináljuk, amit a szakma ajánl vagy előír, akkor csináljuk nyugodtan, egyébként pedig
tartózkodjunk tőle. Illetve félreértés ne essék, ugye azért vannak hasznos dolgok a koronavírus ellen, tehát azt én sem vitatom, hogy a C-vitamin, a D-vitamin, a cink, a szelén nevű immunerősítők hasznosak lehetnek, tehát ez szó sincs róla. A vírus ellenes csodaszerekről beszélek, tehát ezekben nem szabad hinni. Hát ugye mi is ezt hittük, persze, tavasszal még nagy lelkesedéssel adtuk a klorokvint, a hidroxiklorokvint, a lopinavir nevű AIDS gyógyszert, különböző mágyuladás elleni szereket, mire aztán kiderült, hogy ezek nem igazán hatékonyak. És a jelenleg alkalmazott kétszer, ugye a tablettás favipiravir és a vénásan adható remdezivír is, csak ugye azzal kecsegtet, hogy hatékony, igazi, ellenőrzött kísérletek nem állnak rendelkezésünkre. Mégis mi a kórházban úgy érezzük, hogy ezekkel a szerekkel érünk el javulást. És ahogy Andrea mondja, addig, amíg nem ártunk a betegnek, hiszen ezek törzskönyvezett gyógyszerek, addig ezeket próbáljuk, és majd valamikor ki fog derülni az, hogy ezek mennyire hatékonyak, de saját érzésünk szerint ezek a szerek egyelőre segítenek az embereknek. Tulajdonképpen nem akartam ebbe belemenni, de most már másodszor vetődik fel, és ezért mégiscsak megkérdezem. Elsősorban Andreától, hogy megértettem, hogy novemberben azért, majd novemberben elindul az önök által szabadalmazott szernek a kipróbálása, mert hogy ezzel még számos fázis van, adminisztratív fázis, amin keresztül kell menni. Például meg kellene értenem azt, hogy át kell csomagolni, hogy melyik az, amelyik hatóanyagot tartalmazó, nem tudom én, dobozka, és melyik az, amelyik placebót tartalmaz, hiszen akkor válik valóságá egy szernek a hatásossága, hogyha az bizonyítható, számszakilag alátámasztható adatokkal, hogy azt kapta, attól gyógyult meg, nem azt kapta, a változás, ami pozitív az ő esetében, az nem a gyógyszer hatásának tulajdonítható. De a kérdésem ezzel az egésszel kapcsolatban az, hogyha ennyire éles helyzet van, akkor az megengedhető, hogy hogy mondjam, tudományos alátámasztás érdekében placebót kapjon valaki akkor, amikor esetleg van arra remény, hogy hatása van annak a szernek? Érti, hogy mit... Értem, ugyanakkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyesen feltett kérdés, mert ha ezt a másik oldalról fordítom meg, akkor azt is föl kell tegyem, hogy megengedhető-e, hogy bárkinek olyan gyógyszert adjak, olyan körülmények között, amiről nem egyértelmű az, hogy kárt nem okoz. Aha. Tehát azért, és én itt ezt szeretném hangsúlyozni, egyrészt azért, mert kaptam is erre vonatkozó, azt gondolom, hogy megengedhetem magamnak, hogy itt elhangozzon nagyon, nagyon engem nagyon rosszul érintő kritikákat, hogy gondolom, hogy itt gyógyszerkísérleteknek vetek alá embereket. Pontosan arról van szó, hogy ahhoz, hogy minimalizálni tudjuk azokat az esetleges mellékhatásokat, amire senki nem számít, ahhoz ezek elengedhetetlen feltételek és lépések, és itt nem feltétlenül arról van szó, hogy a gyógyszer átcsomagolása, és nem az én vagy a bármelyik gyógyszercég, vagy a bármelyik orvosnak a szakmai hírnevéről, vagy bármiről lenne szó, hogy minél jobb kísérletet tervezzen, minél jobb vizsgálatot állítson föl, hanem ez nagyon komoly szakmai és lelki ismereti kérdés. Mi az egyetemet úgy végezzük el, hogy a nil-nocere elve van, ne árts, én nem akarom, nem tehetem, és nem is fogom felvállalni azt, hogy bárkinek esetleg azzal, hogy nem egy kellően megtervezett és a legjobb tudásunk szerint zajló vizsgálatot kezdek el, esetleg káros hatást hozok létre. A világért se akartam beletaposni. Volt már erre példa a világtörténelemben, hogy egy új betegségnél természetesen szabályosan elkezdtek egy klinikai vizsgálatot, és abszolút egyetértek Andreával, elkezdték a placebós klinikai vizsgálatot. Igen ám, de ez egy ilyen vizsgálat az folyamat, ami hónapokig, néha évekig tart. Megengedett a gyógyszercégnek az, hogyha mondjuk fél év elteltével kiderül, hogy a gyógyszert kapott csoportból, mondok egy durva számot, 100% meggyógyul, és a placebo csoportból senki, hogy megállítsa a klinikai vizsgálatot, és azonnal mindenki gyógyszert kapjon. Aha. És onnantól kezdve igazolt a szernek a hatása, és mindenki a vizsgálat során utána mindenki gyógyszert fog kapni. De ebben az esetben pontosan ezt úgy kell kezdeni, hogy igenis a placebóval kell összehasonlítani. Ha netán nagyon rövid időn belül kiderülne, hogy a gyógyszert kapott csoportnál egészen elképesztő, csodálatos hatása van a szernek, azonnal meg fogják szüntetni a placebó csoportot.
És még egy dolgot hadd fűzzek itt hozzá, a mi kísérletünkben, illetve a mi kísérleti készítményünkkel nem csak ezt a hosszú távú egyéves hatást nézzük, hanem akár már az állatkísérletek alapján az is megalapozott, és erre is kaptunk engedélyt, hogy figyeljük a citokin szinteket, amit ugye itt sokat hallunk most már a médiában, ezeknek a gyulladásos citokineknek, gyulladásos faktoroknak a megemelkedését, tehát gyakorlatilag a bekerülést követően is a PCR pozitivitás igazolása, vagy a PCR-rel történő igazolást követően már az akut gyulladásos szakban is fogjuk figyelni, hogy milyen a készítmény hatása. Tehát ez, amit főorvos úr mond, hogyha itt az első 20 betegen kiderül, hogy visszacsökkenti ezeket a citokin szinteket, és esetleg a légzési nehezítettség napokon belül javul, akkor azt gondolom, hogy mindenki azon lesz, hogy minél több, ne csak az első 50, hanem utána az első 300 beteg kapja. Remélem, hogy ezzel sikerült a kérdés által okozott lelki vihart és dühöt lecsillapítanom, mert hogy ez, bocsánatot kérek, de tényleg a laikusban mindig az merül fel ilyenkor, hogy add ide, add ide, add ide, mert életbe akarok maradni, és ezt sajnos kezelnie kell a kutatónak is, ezt a fajta ilyen feszült várakozást, és közben pedig elmondom, Andrea, hogy a Szlávik főorvos osztályán fekszik egy barátom lélegeztetőgépen. Tudom, hogy az ő szempontjából a gyógyszerkipróbálás az nem aktuális, vagy nem tudom, hogy mondjam, de sajnos elkövetkezett az a fázisa a járványnak, ahol már mindenkinek van személyes ismerőse, csak különböző fokozatú az érintettség, hogy van, hogy iszonyú állapotban lévő személyes ismerős, meg van olyan, hogy hát kifele jön belőle. Tehát, hogy mivel én ezt a beszélgetést azért kezdeményeztem, hogy próbáljuk meg a reményt, tehát, hogy mibe lehet kapaszkodni ezzel a rohadék járvánnyal kapcsolatban, hát akkor a fluvoxamin ugye az egy lehetőség, amiben lehet kapaszkodni talán. Igen. Abszolút, és ugyanakkor azt mondom, hogy add ide, add ide, ez egy teljesen jogos igény, ezen vagyunk, hogy add ide, add ide. Ugyanakkor azt gondolom, és ezt generálisan is gondolom, tehát nem csak akár a gyógyszervizsgálatokra, vagy ilyen értelemben vett hírekre, hogy fals reményt, túl gyorsan reményt, megalapozatlanul reményt adni az emberek kezébe, és utána esetleg egy nagyot esni, az annak azért lehet, miért úgy mondjuk a gyógyszerekre, hogy van rebound effektje, visszacsapási hatása. Én azt szeretném, hogy olyan reményt adjak, amiben lehet kapaszkodni, és hogyha ez két nappal több, akkor azt a két napot azt gondolom, hogy muszáj megértenie annak is, aki kéri. Azt szeretném tudni, főorvos úr, hogy a remdesivir az mennyiben bizonyul működőképesnek, vagy milyen fázisban bizonyul működőképesnek? Ugye egy olyan betegségnél, amiben most már több mint 50 millió ember betegedett meg, és a világ szinte valamennyi országát érinti, teljesen nyilvánvaló, hogy egy ilyen szer, mint a remdesivir, amit egyébként korábban az Ebola ellen használtak sikeresen, ugye mindenhol reményt nyújt. Azaz, elképesztő sok helyen kezdenek el vele klinikai vizsgálatokat. És akármilyen nehéz is elhinni, az egyik helyen kiderül, hogy hatékony, a másik helyen kiderül, hogy nem hatékony. És tömkeleg a klinikai vizsgálatoknak jön elő, ahol egészen bizonytalanok az eredmények. Úgyhogy ezért mi Magyarországon úgy döntöttünk, hogy mi egy saját klinikai vizsgálatot fogunk csinálni, és a Ritter Gedeon gyógyszergyár legyártotta a készítményt, és egy óriási Magyarország több városában zajló klinikai vizsgálatot végzünk, ahol a betegek kórházba kerüléskor hozzájuthatnak ehhez az intravénás szerhez. Ez jelenleg is zajlik, ennek az eredményei majd jóval később lesznek publikálva, de azt kell, hogy mondjam, hogy a remdesivirnek a jótékony hatása egyelőre még mindig nem bizonyított. Még mindig nem bizonyított, ugye ne felejtsük el, hogy ezt a szert lehet adni a betegség korai stádiumában, súlyos stádiumban, vagy esetleg intenzív osztályon, amikor az illető már lélegeztetőgépen van. Egészen biztos, hogy a három stádium nem ugyanaz, és a remdesivir hatása sem ugyanaz ebben a három stádiumban. Ezeket az adatokat még mindig csak most gyűjti a világ. Egy biztos, hogy átütő, drámai, mindenkit meggyógyító hatása ennek a szernek nincsen. Tehát de hát a WHO ennél, hogy az, mondjam? Hogy mi úgy látjuk, hogy javít az állapotukon, ezt így nehéz mondani, hiszen mi a remdesivirt nem ilyen placebo
kontrollos módon adjuk. Tehát itt nem úgy van, hogy az egyik beteg remdezivírt kap, a másik nem kap semmit, hanem nálunk, aki igényli, mindenki megkapja ezt a szert. Ilyenkor nagyon nehéz ám a hatékonyságot bizonyítani. Nagyon-nagyon figyeljük, hogy milyen mellékhatásai vannak, milyen rövid és hosszú távú hatásai vannak a betegekre. Tehát magyarul ez egy klinikai vizsgálat. Nem a remdezivír fogja meghozni a megoldást a koronavírusos betegek gyógyítására. És a vérplazmaterápia? Olyan szer van, ami között lehet, hogy ott lesz a megoldás. Az a baj, hogy erre nincs idő. Ezek a szerek valamikor jövő év tavaszán vagy nyarán fognak kikerülni, talán majd a nagyobb nyilvánosság elé. És a vérplazmaterápia, amihez szintén ilyen, hogy mondjam, nagy várakozás fűződött, amikor már levették a betegségen átesetteknek a vérplazmáját, és megkapták az intenzív osztályokon állítólag. És olvastam főcímet, hogy a hazatérhetett otthonába a lélegeztetőgépről levett vérplazmával kezelt páciens. Egy ilyen címet láttam. A vérplazma terápia az egy ősrégi terápia. Ezt nagyon sok betegségnél alkalmazták így. Ugye arról van szó, hogyha valaki átesik egy betegségen, egy fertőzésen, akkor a szervezetében ellenanyagok képződnek. Hogyha ezek kellő mennyiségben vannak a vérben, ezeket ki lehet vonni és be lehet adni azonos vércsoportú, súlyos állapotú, szintén ugyanabban a betegségben szenvedő koronavírusos betegeknek. A vérplazma terápiát már az ebolánál, amire szintén nincsen gyógyszer, is használták, és az ebolánál nagyon jótékony hatású volt, úgyhogy teljesen adódott, hogy itt is használjuk. De ugyanazt mondom, mint a remdezivirnél. Nagyon-nagyon nem mindegy, hogy a vérplazma terápiát mikor alkalmazzuk, a betegség elején, középstádiumban vagy súlyos esetben az intenzív osztályon. Nagyon-nagyon nehéz egy szertnek vagy egy módszernek a hatékonyságát akkor megállapítani, ha egy olyan betegségről van szó, ami ugye szerencsére 90-95%-ban szinte magától gyógyul. Tehát rendkívül nehéz ilyenkor egy hatékony terápiát meghatározni. Tény az, hogy mi is alkalmazzuk, plazmaterápiát, immunglobulin terápiát, remdezivírt, favipiravírt, és próbáljuk a betegek életét megmenteni. Az, hogy ez milyen hatékonysággal megy erre, azért majd csak a jövő fogja meghozni a megoldást. Ha már a gyógyszereknél tartunk, ugye ez előbb szóba került, hogy az emberek kapaszkodnak valamibe, hát itt van egy újabb szer, ez az ivermektin, amit egyre többet látok a sajtóban. Ez a parazita ellenes szer, ugye? A déli féltekén milyen óriási sikerrel alkalmazzák, hát ugyanez. Vannak közlemények, amik szerint hatékony, és van sok, ami szerint nem hatékony. Hát ebben tegyen rendet az ember. Ez mit jelent egyébként, mert én azonnal felhívtam a bőrgyógyász ismerősömet, hogy ez rühre és fejtetűre lehet alkalmazni, eddig ezt lehetett tudni, tehát ilyen parazita ellenes szer volt ez. És mondtam, hogy akkor én talán most írjon föl nekem egyet, és megyek érte, és mondta, hogy nem nagyon szeretné, hogyha kipróbálnám, mert ezt nem eddig, hogy úgy mondjam, belsőleg nem alkalmazták, hanem csak fejre kenve, és ő nem gondolja, hogy érdemes otthon felhalmozni nagyobb mennyiséget ebből. Akár a kutyáknak iratjuk fel, akár saját magunknak, mert valami állatgyógyászati jelentősége is volt. Na most ez a móka része, csak mindenki a saját biztonsága érdekében, nem csak én, próbál rámozdulni ezekre a lehetőségekre. Ugye a parazita ellenes szerek szerintem már leszerepeltek. Ugye tudjuk, hogy a klorokvin, hidroxiklorokvin, amit a Trump elnök is szedett. De milyen jól meggyógyult? Az üvegcsében rendkívül hatékony. Tehát rendkívül sok klinikai vizsgálat szól arról, hogy a petri csészében, a kémcsőben olyan gyönyörűen elpusztította a koronavírus, hogy öröm volt nézni, azonban ha élő embernek beadták, nagyon nem csinált semmit. Úgyhogy gyanítom, hogy ez van az ivermektinnel is, és ne felejtsük el, hogy az ivermektint abban a dózisban, ahol embernél valamiféle hatékonyságot bizonyítottak, az már toxikus. Tehát úgy kéne kipróbálni, hogy olyan hatalmas dózist kéne embernek beadni, amit mi már ki se bírnánk. Úgyhogy szerintem jó lesz, hogyha az ivermektint elfelejtjük. Hagyjuk azt meg szépen a trópusi parazita fertőzésekre, meg a fejtetőre. Andrea, látom, hogy nagyon jót mosolygott azon, hogy az ember próbál kapaszkodni a parazita ölökbe is adott esetben. Nem, bocsánat, én azon nem mosolygok, hogy bárki, hogy mindenki mindenbe próbál kapaszkodni, ja. Sőt, ezzel nyilván én sem vagyok kivétel. Nem, én nekem nagyon tetszett a főorvosunknak a beszéde, és azon mosolyogtam egyáltalán, hogy úgy elképzeltem, amint beveszek egy ilyen parazita elleni gyógyszer toxikus adagban, de nem mosolyogok azon, ez szerintem másik oldalról drámai, és abszolút átérzem ezt a dolgot, hogy mindenki mindenbe kapaszkodik. Én csak azt
szeretném hangsúlyozni, hogy a józan eszünket is próbáljuk megtartani, mert azt gondolom, hogy a lelki egészség épp olyan fontos ezekben a napokban, mint a testi egészség, és a pánik bármilyen fajta, akár az egészségünkre vonatkozó, akár a mozgásterünkre, az biztos, és ez viszont bizonyított klinikai sztadikban, hogy immunológiailag se jó, tehát a védekező rendszert is károsítja a lelki egészségnek a hiánya. Úgyhogy én inkább erre biztatok mindenkit, hogy teljesen nem bagatelizálom el a problémát, sőt, napi 10x órákat dolgozunk mi is, csak próbáljuk magunkat is. A józanész határai között tartani. Azt akartam egyébként, feladta a labdát, hogy ez a fluvoxamin, amivel önök dolgoznak, az ugye antidepresszáns volt. Az antidepresszánsnak az alkalmazása abban az esetben, hogyha egyébként valakit leteper ez a rémisztő koronavírus, önmagában nem hasznos? Tehát, hogy mondjam, megtartani a reményt, a kedélyállapotnak a kordában tartására nem jó, hogyha mellékes gyógyításként ezt is alkalmazzák? Nem pont a fluvoxamin, csak hát arról jutott eszembe, hogy az eredetileg az volt már, mint antidepresszáns. De nagyon minden szempontból azt gondolom, hogy hasznos. Itt két dolgot szeretnék én gyorsan elmondani a mi vizsgálatunkkal kapcsolatban, hogy ez egy olyan gyógyszer, ami tablettában fogják kapni, amit tablettában fognak kapni a betegek, ez olyan szempontból előny, hogy ezt otthon is lehet szedni, igen, tehát nem igényel kifejezetten kórházi ellátást. Most jelent meg, még nem hozzáférhetőek a konkrét adatok, de a St. Louis-i Egyetemen történt egy olyan vizsgálat, hogy enyhébb tünetekkel rendelkező emberek otthonukban kapták a fluvoxamin terápiát, és nézték, hogy mennyi ember kerül ebből belőlük közülük kórházba. Ezt feltették már ilyen hírportálokra, de a effektív adatokhoz még nem tudunk hozzáférni, azt mondják, hogy jótékony hatású volt. Úgyhogy azért én ezt szeretném kiemelni, hogy ez pontosan olyan gyógyszer, amit tablettában otthon is szedhetünk majd, és ebben a vizsgálatban a kórházi kezelést követően otthon is fogják szedni a betegek. És nagyon is azt gondolom, hogy az antidepresszáns hatása, tehát a kedélyjavító hatása, az ebben az esetben még egy plusz jótékony hatás lehet, vagy egy kedvező terület, hiszen azért arra is megjelentek már adatok, hogy a közel például fél évvel a fertőzés lezajlása után, ugye ebből olaszországi adatok voltak az elsők, amik napvilágot láttak, hogy nagyon komoly ilyen poszttraumás stresszhez hasonló, tehát amikor valaki valami nagyon súlyos életeseményen esik át, hangulatzavarok, depresszió, alvászavarok jelentkeztek a betegek egy részében, 5-10%-ában, attól függően, hogy milyen sztadit nézzük, és én azt remélem, hogy ebből a szempontból is itt egy pozitív változást fogunk látni, és visszatérve még egyszer a kontrollált körülmények fontosságára, pont ezért, mert egy ilyen szerről van szó, a mi vizsgálatunkban az elején ezen az 50 betegen pszichiáter jelenlétében, illetve pszichiáternek az állandó jelenléte és lehetősége mellett fogjuk követni a betegeket, lesznek erre vonatkozó tesztek is, amik a hangulatot fogják megítélni, hogy abban van-e javulás, mert ez egy nagyon komoly faktor. Akkor talán nem is kérdeztem olyan nagy hülyeséget. Azt akartam volna megtudni ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy most, hogy hallom, hogy és akkor pszichiáter is részt vesz ebben a sztadiban, hogy azok az emberek, akik el lettek vezényelve a körzetükből, tehát a házi orvosok, házi orvosi asszisztensek, akik elkezdtek a Covid-dal kapcsolatban kórházi szolgálatokat teljesíteni, azoknak a részvétele a gyógyításban, ez talán egy kicsit így jobban érthetővé válik számunkra, mert hogy nagyon hisztérikusan reagál erre az ember, amikor először meghallja már, mint a laikus például én, hogy mit fog csinálni. Ha én ott fekszem a lélegeztetőgépen, akkor én mit kezdek egy pszichiáterrel? El is vagyok már altatva, tehát hogy meg sem tudom neki magyarázni, hogy segíthetne, mert szorongok, mert különben el tudom képzelni, hogy nem tud velem semmit se kezdeni, mert ahhoz nekem a szlávik doktorra volna szükségem, csak hát nem lehet minden bokor mellé, vagy minden ágy mellé állítani. Tehát, hogy van a gyógyításnak egy csomó olyan... Tessék? Még jó! Van olyan epizódja mindenféle ilyen
járványos megbetegedésnek, amikor felhasználhatóak az egészségügyből a látszólag logikátlanul összegyűjtött és máshova vezényelt emberek, hogy ott hasznosak legyenek? Hát ez még ennek az egész második hullámnak az elején volt. Tehát amikor kijelöltek néhány vagy kicsit több kórházat koronavírus betegek ellátására, valóban ezeket a kórházakat meg kellett erősíteni máshonnan átcsoportosított emberekkel. Na most ennek már vége, hiszen ma már több mint 70 országos kórházban ápolnak betegeket, ahova ezek az emberek visszatértek. Arról lehet itt még szó, hogy nagyon-nagyon sok koronavírus beteg kerül a kórházakba, és a kórházaknak muszáj ágyakat felszabadítani, és előfordulhat az, hogy például sebészeti, nőgyógyászati, gégészeti ágyakat szabadítanak fel, ami azt jelenti, hogy valóban sebész kollégák, gégész kollégák, nőgyógyász kollégák jönnek segíteni koronavírus osztályra. De ez nem haszontalan. Maradva az előző példánál, a pszichiáterek nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni a koronavírusos betegek lelki panaszain és betegségein. A sebész kollégák tudnak segíteni a sebészeti problémák ellátásában, és így tovább. Tehát általában itt arról van szó, hogy kórházon belül történik átcsoportosítás, és persze az emberből kibújik az orvos. Tehát az lehet, hogy egy sebész nagyon jókezű, manuális ember, de hogyha neki koronavírusos betegekkel kell foglalkozni, akkor kibújik ám az orvos az emberből. Kibújik az, hogy mit is tanultunk az egyetemen, hogy kell egy belgyógyászati beteggel bánni, hogy kell egy fertőző beteggel bánni. Úgyhogy ilyenkor mindent elfelejtünk, egy nagy csapat vagyunk, és mindenki csak arra koncentrál, hogy a betegeket gyógyítsa. Ez volt tavasszal is, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy tavasszal egy ilyen fantasztikus csapatnak voltam a része. Most kezd újra fölállni egy ilyen hasonló, sok szakmából álló csapat, akik csak azért állnak össze, hogy a betegeket gyógyítsák. Ezek fantasztikus dolgok még akkor is, hogyha azért mindenki tudja, hogy ez egy veszélyes dolog. A ránk orvosokra nézve is veszélyes, és nagyon komolyan kell venni a védőfelszerelések használatát, hogy ne fertőződjünk meg. De nekünk ez még elég jól ment, nagyon alacsony nálunk a Délpesti Centrum Kórházban a koronavírusos fertőzött orvosok száma, és ők is gyakran nem a betegektől kapták el, hanem esetleg otthonról hozták. Bocsánat, én egy másik oldalról hadd fűzzek még ehhez egy megjegyzést. No, én most pont gyerekgyógyász vagyok, és hál' Istennek a gyerekek, kórházba kerülő gyerekek kevesebben vannak, úgyhogy nekem még ilyen értelemben nem kellett csatasorba állni, és máshol és máshogyan küzdök. De azért arról is szó van, hogy hál' Istennek nem minden koronavírusban szenvedő beteg, aki éppen más miatt kórházban van, igényel olyan szintű ellátást, ami mellé egy szlávik főorvos úr szakmaisága kell, hanem egy sebészeti intézményben is előfordulhat az, hogy koronavírusos beteg kerül műtétre, és ott neki a primer betegsége nem feltétlenül a koronavírus okozta tüdő elváltozások vagy intenzív ellátást igénylő dolog, hanem tovább is a sebészeti kórképe. Tehát ő mellé meg elsődlegesen sebész kell, és ha az állapota, tüdőállapota vagy bármi indokolja, akkor fogják bevonni az ilyen szaktekintélyeket. Úgyhogy ez itt nem tudom, hogy ezzel egyet tudsz érteni, főorvos úr, amit mondtam, hogy azért aki koronavírusos, az nem mindig muszáj, hogy egyből akár a Varga János főorvos úrhoz a Korányiba, vagy a Szlávik főorvos úrékhoz kerüljön, és az ő szakmaiságukat. Ebben igazad van, csak te is tudod, hogyha egy koronavírus felüti a fejét valahol, akkor azonnal koronavírus centrumba kerül a beteg. Ezért van az, hogy ahogy mondod, nálam van sebészeti beteg, nőgyógyászati beteg, mindenféle szakmákból vannak betegek, mert hogy ugye sajnos ma már előfordulhat mindenhol koronavírus. Hál' Istennek ugye nagyrészt tünetmentesen zajlik, tehát gyakorlatilag bármelyik kórházban felütheti a fejét, bárhol, mindenhol találkozhatunk vele. Hát remélem, hogy azért a védőoltás meg fogja hozni azt a megoldást, hogy legalább a súlyos betegek, meg a halottak száma csökkenni fog, vagy legalább megszűnik. Nem tudom, hogy ez is mikor lesz, erről nagyon sokat vitatkoznak, de mindannyian látjuk, hogy ennek a járványnak a megoldása csak a védőoltás lesz. Jó, mielőtt a védőoltásra rákanyarodnék, mert persze azt is szeretném gyorsan megkérdezni. A fluvoxamin terápiával kapcsolatban, illetve az otthon kezeléssel kapcsolatban szeretném én azt tudni, hogy azok az emberek, mert hogy most általában azok a betegek, akik nem fuldokolnak, nincs olyan drámai tünetük, amivel mentőt akarnának magukhoz hívni, de igen rossz kedven 2 hétig lázasak, és megállapították a pozitivitásukat. Azoknak a számára például majd, hogyha a klinikai fázison túlesik ez a gyógyszer,
alkalmazható lenne ez a fluvoxamin? Mert én például, nekem természetesen számos koronavírusos barátom és ismerősöm van, a legjobb barátnőm, aki 2 hete vergődik azzal, hogy csak lázas, nem fullad, de nem tud a lázból kikeveredni, és olyan pszichés változáson ment keresztül, rögtön az elejétől kezdve egy életvidám, ilyen lüktetően jópofa ember, nő, és ilyen nagyon pozitív életszemléletű, befelé forduló lett, és talajt vesztett lett, és egészen fura pszichés változásai vannak, sokkal kevésbé, mint a fizikailag. Mert fizikailag igazából nincs olyan nagyon rosszul, de egyfolytában lázas, és nem tudja abba hagyni. Tehát tudja, hogy nincs jól, és ez olyan változásokat okoz nála. Most azoknak, akiknek nem kell kórházba menniük, azoknak annyit tudnak mondani, hogy szedjenek adott esetben antibiotikumot, amit a házi orvosok diktál nekik, mert hogy ez volt a gyakorlat általában, hogy kicsit köhögnek, akkor előbb-utóbb szedetnek velük egy kis antibiotikumot, egy kis vírusellenes szert, aminek én nem mondom a nevét, de már 15 éve is létezett, és egyébként pedig, hogy mondjam, erőt, egészséget kívánok a gyógyuláshoz. Vagy pedig lehetne nekik ezekből a tablettában kiadható, tehát nem infúzióval beköthető, talán jó, talán reménykedjünk, hogy később jó lesz szerekből is, lehetne otthonra javasolni, felírni, felhőbe tenni, hozzátartozókkal kiváltatni. Tehát létezik-e a gyógyításnak ilyen konkrét és célzott műfaja? Természetesen azt gondolom, hogy majd lehet, most viszont egyértelműen azt mondom itt a nyilvánosság előtt is, hogy ne kezdjen otthon senki magának koronavírus kapcsán fluvoxamint szedni, addig, amíg erről szakmai vélemény és ajánlás nem jelenik meg, mert olyan váratlan események is bekövetkezhetnek, simán lehet, hogy nem, de nem véletlenül nincs ez még kint a házi orvosoknál. Úgyhogy nem azért, mert félünk tőle, hanem mert egész egyszerűen ez az az út, amit be kell tartani ahhoz, hogy ebből esetleg akár milyen kicsi százalékban ne legyen baj. Tehát egyelőre otthon, kontrollálatlan körülmények között még ne kezdjék el az emberek ezt szedni, mert meg lesz ennek a módja olyan gyorsan, ahogyan csak tudjuk. Úgyhogy én ezt mondom. Jó, és egyébként pedig az lenne a cél, hogy ez, és ezért is örülök, és ezért mondtam én magam azt, hogy ez tablettában otthon szedhető, de amikor mi ebben az 50 betegben is, sajnos egyfelől látva ezeket a nagy számokat, ez elég hamar össze fog jönni az egyes centrumokban, elkezdjük adni, akkor, és otthon fogja kapni a gyógyszert a beteg, akkor is 3 hetente visszajönnek kontrollra, és állandó kontakt lehetőségük lesz, hogyha bármilyen szempontból akár csak beszélgetni szeretnének az állapotukról. Így szedheti. Egyébként azt gondolom, hogy még ne szedjék. Érted, valami mást, másik gyógyszert. Tehát, hogy örülök, hogy ezt most megtudtuk az új gyógyszerrel kapcsolatban, de akár főorvos úr, akár doktornő tud-e mondani valamit, hogy mi az, amivel otthon át lehet vészelni azt a kritikus 3 hetet, 2-3 hetet. Csak ismételni tudom magam, nincs igazolt koronavírus elleni gyógyszer egyelőre a világon. Feküdni nyugton maradni, ezek és amit... Mind gyógyszerkísérletek formájában zajlanak most az agyban, a terápiák. És avval egyetért, amit egyébként nagyon sok házi orvos javasol, hogy az utolsó pillanatig otthon maradni nyugton. Készül a házi orvosoknak egy leírata, hogy el tudják dönteni, hogy mikor kell a beteget kórházba utalni. A járvány elején volt egy ilyen nézet, hogy addig maradjunk otthon, ameddig csak lehet, de ezzel óvatosan kell bánni, mert hogyha valaki nagyon sokáig lázas, nagyon köhög, nagyon beteg lesz, akkor egy sokkal rosszabb állapotban kerülhet kórházba, amikor már nagyon-nagyon nehéz vele mit kezdeni. Tehát nagyon nehéz azt az egyensúlyt megtalálni, hogy mikor kell kórházba kerülni. Magyarországon az otthoni oxigénterápia jelenleg nagyon nehezen megoldott. Tehát, hogyha valaki nem kap oxigént, és súlyos állapotban van, akkor sokkal jobban jár, ha kórházba kerül, ahol ellenőrzött körülmények között megkapja az oxigént, megkapja azokat a szereket, amikkel át lehet vészelni ezt a betegséget, mint hogyha nagyon-nagyon sokáig otthon húzza. Tehát ezt javaslom mindenkinek, hogy nagyon-nagyon gondosan beszélje meg a házi orvosával a tüneteket és a panaszokat, és hogyha súlyos állapotba kerül, kerüljön inkább kórházba, mert ez a betegség nagyon allattomos. Nagyon gyakran az 5., 6., 7. napon egy hirtelen romlás következik be, ami miatt az illető olyan súlyos állapotba kerül, hogy gyakran intenzív osztályos lélegeztetést igényel.
Tehát nagyon-nagyon-nagyon figyeljük magunkat, hogyha a koronavírus fertőzöttek vagyunk. Szerencsére az esetek nagyon nagy részében átvészeljük egy 7-10-12 nap alatt. De a súlyos esetekre nagyon oda kell figyelni. Aki két hét múlva még mindig egy kicsit lázas, de nem akar meghalni, az azért maradhat már otthon, mert abból valószínűsíthető, hogy kifele megy a dologból, vagy ezt se lehet mondani. Ez így van, a súlyosbodás általában az 5., 7., 8. napon következik be. Ha valaki két hét után rosszabbodik, akkor ott valami más dologról van szó, vagy valamilyen szövődményről van szó. Nyilvánvalóan ezt is meg kell beszélni a kezelő orvosával. Maga próbált házi orvost felhívni? Ez csak így a vízkedvéért kérdezem, ezekben az utóbbi két hétben. Nem, de el tudom képzelni, hogy nem lehet egyet. Nem lehet. Tehát konkrétan próbáltam nem bejutni lehet. Már házi orvosi rendelőbe, de be volt zárva az ajtó, mert csak egy ember lehetett a várokban. És kint kellett állnom az utcán megvárni, hogy valaki kijöjjön. Igen. Tudom, hogy nem könnyű Igen. dolgok ezek. Igen. Na most az, hogyha valaki tényleg rosszul van, mert hogy én próbáltam, és nem abban a helyzetben voltam, hála Istennek, hogy ennek iszonyú nagy tétje lett volna. Közepesen fontos ügyben kontaktust próbáltam kezdeményezni, és nagyon odaadó, fantasztikusan jó házi orvosi környezettel vagyok megáldva. De hogy beledöglenek már, bocsánat a vulgáris megfogalmazásért, mert hogy annyi minden van a nyakukba. Ugye ezért találták ki azt, hogy a háziorvos hívja a mentőt, vagy a háziorvos kiküldi a szűrést, tehát hogy a mentő csapat megy ki a gyors tesztet elvégezni, tehát egy ilyen kicsit ilyen telemedicina-szerűen mennek a dolgok. Na de nem tudnak menni. Hát hogyha épp azt akartam magának feltenni kérdésként, hogyha adott esetben valaki szeretné a házi orvosával kihivattatni a mentőt, mert nagyon rosszul van. Tehát informálná a házi orvost, hogy súlyosra fordult a betegsége, nem kap levegőt. A házi orvosnak kellene hívnia a mentőt, és megfelelő helyre juttatni az illetőt. Az lehetetlenség, tehát hogy az a beteg, akinek éppen súlyosra fordul az állapota, biztos, hogy nem tudja végigmenedzselni, mert hogy előbb veszti el az eszméletét, mielőtt felvennék a telefont. Mert, és ezért, nem azért, mert... ezért mondtam azt, hogy aki súlyos állapotban kerüljön kórházba, tehát nem szabad várni. De akkor tudod, azt hívja magára a mentőt? Aki már annyira súlyos állapotban volt, hogy már telefonálni sem tudott. Igen. Ezt nem szabad megvárni. Akkor ezért, akkor, ha valaki kudarcba fullad az első kísérletével, vagy másodikkal, de nagyon rosszul van, nem tudja a házi orvosát hívni, akkor a mentőt hívja, és juttassa saját magát úgy kórházba? Megvannak ennek a megfelelő úgymond beteg útjai, amit elég gyakran úgymond frissítenek, tehát ezekkel mindig figyelembe kell kísérni, hogy milyen beteg utakon lehet a betegeket kórházba jutatni. Amit én látok, azért akik a kórházba jönnek, azok súlyos betegek. Tehát itt nem az van, hogy enyhe tünetekkel hoznak kórházba betegeket azért, mert koronavírusosok, leszámítva a más bajuk van. Azért a mentősök nekem a betegek, az esetek óriási százalékában súlyos, tüdőgyulladásos betegeket hoznak be. Értem, tehát hogyha rosszul van valaki nagyon otthon, az vitesse magát vagy a hozzátartozójával egy ilyen centrum kórházban, nem feltétlenül önökhöz, vagy próbálja meg egyenesen a mentőket kihívni, ha tényleg rosszul van. Ez a javaslat? A mentőszolgálatnak természetesen megvan adva, hogy melyik területről kit hova kell szállítani, és ez szerint járnak. Tehát akkor a mentő az első javaslat, hogy akkor mentőt hívjon magára, aki igazán rosszul van, ugye? Így van. A mentősöknél, aki a telefont felveszi, az ki van pontosan képezve arra, hogy mit kell kérdeznie, mit kell válaszolni, vagy mire milyen válaszokat kap, és ez szerint el fog járni. Drága docens asszony, mondjon olyan másfél percet, amitől nekem kedvem lesz, meg nem csak nekem, mert én mindegy vagyok, hanem hogy a nézőknek kedvük lesz a dolgot úgy felfogni, hogy ez egy túlélhető, rettenetesen veszélyes, de túlélhető ügy. Mondja azt, hogy jó kezekben vagyunk, vagy valami ilyesmi. Én bármit elmondok hittel, és nagyon boldogan. Abszolút azt gondolom, hogy az adatok is azt mutatják, hogy túlélhető, és túl is fogjuk globálisan. Ez egy nagyon nagy embert próbáló, mindenfajta rendszereket próbáló járvány. Nagyon nehéz szembenézni ilyesmivel, nem vagyunk hozzászokva. Nagyon sok a bizonytalanság, túlélhető. Persze, én örök optimista vagyok. Azt a hitet ne veszítsük el, hogy mindenki megpróbálja a legjobbat és a legjobb tudását beleadni ebbe. Aki az ellátórendszerbe részt vesz, az biztosan. Úgyhogy
aki a kutatást csinálja, és emeli a petri csészébe pipettázik, az is, aki a mentőbe ül, az is, és bizony az a házi orvos is, aki éppen nem tudja fölvenni a telefont. Tehát, hogy azért ne adjuk föl, mert mindenki a legjobbat próbálja kihozni magával, és túl is fogjuk élni, persze. Elég pozitív volt tényleg. Elég jó volt a vége. Főorvos úr, félbehagytuk, illetve én belekotyogtam. Amikor jön az oltás, bárhonnan is jön, és elkezdenek oltani, azt be kell adatni, ez egy tételmondat? Vagy ne gondoljuk azt, hogy olyan gyorsan... Legyen egy mondat a vége. Mindenki képzeljen egy vonatot, ami Magyarország felé tart. Aha. Nem tudjuk, hogy mikor fog ez a vonat ideérni, és nem tudjuk, hogy hány kocsiból fog állni, de ha védőoltás van rajta, akkor előbb-utóbb ide fog érni. Úgyhogy nem tudjuk, hogy mekkora mennyiségben és mikor, de lesz védőoltás. Ha erre gondolunk, egészen vidámak lehetünk. Hát ez nagyon jó kis végszó volt. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és mindenki vigyázza magára, ugye? Ez az utasításuk. Így van. Meg egymásra. Viszontlátásra, köszönöm, hogy itt voltak. Viszontlátásra. Köszönjük. Hát ezt az erőszakolt vörös farkot, amit én előidéztem az én vendégeimnél, ezt azért vegyék komolyan, mert én megpróbálom komolyan venni. És az, hogy milyen formában lesz jégbüfé, valamilyen formában lesz, azt meg fogják látni a jövő héten is. Most pedig elmondom még, hogy azért voltam maszkban, mert hogy ez a terem, ami stúdiónk, ez egy erősen szigetelt stúdió. És hogy ugyan a térfogattal, vagy hogy mondják ezt, tehát hogy nagynak nem, viszonylag közepes méretű, és féltem, hogy itt kanyarok benne néhány ezer esetleg itt felejtett koronavírus, mert én egy nagyon félős vagyok, úgyhogy ezért voltam egyedül is, és a Skype-nál is maszkban. Most viszont majd mindjárt jönnek az én további barátaim és vendégeim, és akkor okom is lesz arra, hogy maszkban üljek, mert nem Skype-olni fogok, hanem élő beszélgetésben veszek részt. Úgyhogy maguk is vigyázzanak magukra és egymásra is. Viszontlátásra!